Hiába a figyelmeztetés, valószínűleg idén karácsonykor is sokan vásárolnak élő állatot, jellemzően kutyát vagy cicát ajándékba. Az új jövevény iránti kezdeti lelkesedés azonban a tapasztalatok szerint az ünnepek után hamar a hagy. Végül szegény állat, vagy egy menhelyen, vagy rosszabb esetben az utcán végzi, ahol étlen szomjan a hidegben túlélési esélyei a minimálisra csökkennek az állatvédők arra hívják fel a figyelmet, hogy bármennyire is romantikus és felemelő a gondolat, hogy egy kis négylábú élőlényt ajándékozzunk szeretteinknek, mégis próbáljuk ezt a kérdést racionálisan átgondolni. Nem javasoljuk, hogy karácsonyra kis állatot ajándékozzunk szeretteinknek, hiszen egy felelőség teljes döntésről van szó, amely meghatározza nem csak a kis kedven, új kis kedvenc életét, hanem a miénket is legalább 15-20 évre jó esetben. A Főleg a kölyökállatok nagyon cukik, aranyosak, ahogy a karácsonyfa alatt játszanak és rohangálnak, de egy idő után rengeteg kár tudnak tenni a lakásban, hiszen rákcsálnak, játszanak, szétszednek mindent. A dolgukat is sokkal gyakrabban végzik, rendszeresebben kell őket sétáltatni, vinni, szabadba kivinni, és nagyon sok időt kell. Fordítani a nevelésükre, oktatásukra, hiszen ők még most tanulják, hogyan kell beilleszkedni az új otthonukba, új életükbe az új családjukba. Amennyiben alaposan megfontoltuk, és mégis amellett döntünk, hogy kutyus vagy cicus lesz a fa alatt, ne feledjük, hogy a befogadott kedvenc nem csak egy háromnapos vagy szezonális csoda, hanem gazdájaként a mi feladatunk, hogy egészséges és teljes életet biztosítsunk számára.